Az Európa Unió miatt melegszik lábunk alatt a talaj. Mi hazánk sikerként élte meg, hogy a kormány vezénylete alatt az országgyűlés elfogadta a pedofil törvényt, még ha annak jelentős részét a mi tervezetünkből emelték is át, de a nyomás meghozta eredményét, és ez a lényeg. A Fidesszel ellentétben mi végig következetesen a pedofilok listázását szorgalmaztuk, a büntetési tétel jelentős mértékű emelésével és szigorításával egyetemben, ám a mi helyzetünk könnyűnek mondható az övékéhez képest, hiszen nekünk nem volt, most sincs, és a jövőben sem lesz olyan személy pártunkban, akire akár csak hasonló bűncselekmény miatt a gyanú árnyéka is rávetődhetett volna. Mint ismeretes, több tüntetést és megmozdulást szervezett pártunk, hogy a gyermek megrontókra felhívja a figyelmet a társadalomban, és ezáltal a hazai politikai életben is témává váljon, téma legyen. A jogszabály kitér a homoszexualitás kiskorúak körében való népszerűsítésének tilalmára is, és nem enged teret már kiskorban az iskolákban a gyermekek megrontásának. Az iskolai szexuális felvilágosító órák nem térhetnek ki, ugyanis a nem megváltoztatására, valamint az azonos neműekhez való vonzódásra sem. Nagyon helyesen, hiszen az abnormalitásnak nincsen helye ennél a generációnál, legalább a gyermekek körében próbáljunk gátat szabni. Ennek, ha már a felnőtteknél nem is annyira lehet. A gyermekeknek az egészséges példák felmutatásával, a természet rendjének megismertetésével lehet követendő normákat felállítani és példaként megmutatni. A szabályozás kiterjed a reklámokra is, hiszen ezekkel szintén el lehet érni egy romboló hatást a fejlődő személyiségek életében. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, bírálta a magyar törvényt, és arra figyelmeztetett, hogy a sérti mind az Európa Unió alapjogi chartájának elveit, mind a belső piaci szabad működést is. Mivel a jogszabályt már Áder János köztársasági elnök is ellátta kézegyével, ezért az hatályba lépett, így az Európai Bizottság kötelezettség szegési eljárással fenyegetőzik, melynek komoly gazdasági kicsengései is lehetnek. A Mi Hazánk mozgalom felháborítónak tartja, hogy az Unió az uniós jogra és állampolgárainak védelmére hivatkozik, ezzel semmibe véve a tagállamok saját szuverenitását, a felnövekvő generáció a jövő magyar társadalmának az egészséges fejlődéshez szükséges védelmét, mely minden ország saját joga, illetve kötelezettsége is. Egy gazdasági együttműködés nem írhatja felül egyetlen nemzet saját akaratát sem, így a Mi Hazánk mozgalom reméli, hogy a kormány nem enged az aljas zsarolásnak, sem csak a beteg pedofiloktól, de a még betegebb Európa Uniós eszméktől is megvédi a magyar társadalmat.